Látással a növények felé fordulunk. Friss hajtások és zsenge levelek pár hónapon belül. Bátor kezdőknek és haladóknak néhány tipp ahhoz, hogy új virágokkal lepjük meg magunkat. Virág különlegességek, mint a kúszóka, fogföldi kankalin és a szégyenlős virág dugványozással könnyen szaporíthatók. Lépésről lépésre haladjunk a pompás kutyatejjel. Nagyon fontos, hogy a dugványozás az egy olyan ivartalan szaporítási mód, amelynek során az anyanövényre jellemző 100%-os tulajdonságokat át tudjuk örökíteni. Ezzel a szaporítási módszerrel gyakorlatilag minden kertbarát kísérletezhet, illetve megpróbálkozhat. A következőkre kell azonban odafigyelni, és ezt most egy rendkívül közkedvelt és népszerű növényen keresztül fogjuk megnézni. Az Euphorbia millit azt hiszem legtöbben ismerjük már gyerekkorunktól fogva. Ez a pompás kutyatej névre hallgató növény. Ez a növény a téli hidegre, tehát a szobanövényekre jellemző téli hidegre, tehát mondjuk, hogyha ilyen 13-15 fok van, úgy reagál, hogy a virágait lehullatja, valamint megnyúlik, illetve több levelét is el szokta veszíteni. Ilyenkor általában elveszíti a szépségét, azt a szép zömök, tömör habitusát, és megnyúlik. Úgyhogy ilyenkor bátran vágjuk vissza. Akkor kezdjük el, mi a szakszerű lépés, hogyan álljunk neki a dugványozásnak? Tehát válaszunk egy olyan anyanövényt, amelyet alkalmasnak látunk arra, hogy egy növényi részt levágjunk belőle, és ez a növényi rész ez dugványként funkcionáljon tovább. Fontos, hogy mindenképpen olyan metszőolóval álljunk ennek neki, amely teljesen steril. Egy nagyon éles sebfelületet képezzünk, egy gyors, határozott vágással levágjuk a növényről ezt a hajtást, majd itt az Euphorbia milli esetében hagyni kell, hogy a tejnedv az teljesen ki tudjon csöpögni. A megvágott dugványainkat félretesszük legalább egy 10-15 percre száradni, és addig a gyökeresztető közeget összeállítjuk. Tőzeg és perlit keverékét használjuk fele-fele arányban, jól összedolgozva. Miután összekevertük a közegünket, eldönthetjük, hogy cserepekbe dugványozunk, vagy pedig beszerzünk egy ilyen kertészeti tekutálcát, hát ez inkább a nagypályás haladóknak való, akik egyszerre egy-egy növényről sokat szeretnének leszaporítani. Tulajdonképpen jó alaposan betömjük ezeket a lukakat, és ebbe történik a dugványozás. Utána nagyon egyszerűen a már gyökérzettel átszőtt kis földlabdát így ki lehet emelni belőle. Mi azonban most csak egy anyanövényről szaporítunk le hajtásdugványt. Jól megtömjük a cserepet, lehetőleg úgy, hogy a felső pereme az szabad maradjon. Egyelőre még a teljesen száraz anyagot töltjük bele a cserébe, majd a megszáradt sebfelületű dugványainkat egész egyszerűen beletoljuk a cserébe. Többnyire lehet egy dugványt is elhelyezni a cserébe, mint ahogy mondjuk például ennél látható. Ez egy körülbelül 2 hónappal ezelőtt szaporított növény, és látszik, hogy már szépen begyökeresedett, illetve a levelei feszülnek, tehát már képes felvenni vizet. Lehet olyat is, hogy egyszerre 3-at ültetünk bele egy cserébe. Amennyire a tüskék engedik, a szaporító közeget közel nyomjuk a hajtásdugványhoz, és miután készen van, akkor elhelyezzük egy olyan helyszínre, ahol a gyökeresedés beindulhat.